Na szép jó reggelt! Egy lottunk már kim volt, Lutzer és... Lutzer... Jézus... Ja is, Lutzer és Lara már kim volt, ledolgoztak, most a következőbe érkezik. Egyedül jön Edittel Dvornyiki Dream, aztán érkezik egy népesebb csapat, 5-6 főből, Maigret, Francia Kanca, Morajló, Princi, két lovacska, rengeteg meló van, érkezik 1000 körbál a szalmát, kell bepakolni, de még nem is ez a legnehezebb dolog, hanem ki is kell fizetni. Na ez itt a katasztrófa. Holnap tehát Pozsony, 3 lovacska, Kviszis mama, Y papócám és Ideál Itali. Ezekkel képviseljük Magyarországot, ezzel a 3 lóval. Nem tudom, mik az esélyek, így nem is nézem, milyen lovak. Biztos, hogy nagyon jó lovak vannak. Nem hinném, hogy olyan nagyon-nagyon sok sanszunk van, de drukkolunk. Föl nem adjuk, azért bízunk valami kis pénzes helyezésbe legalább azt szeretnénk. Nem tudom, föl se tudom reálisan mérni, csak ugye az ember ugye a hagyományokra hagyatkozik, hogy biztos, hogy jó lovak jöttek össze. Jó lovak jöttek össze. A pozsonyi derbi nap. Ma ugye ők sétálnak, Ipszike, és az Ideál Itali. Bár Ideál mehet is a kis padikba nyugodtan attól, hogy fut, majd egy patkó kontroll nekik, és holnap utaznak. Na szép jó reggelt! Tudsz mindent? Lucika, hogy ment? Jó. Dvornyiki papa érkezik. Akkor tudod a következő lattaidat. Kenzi, Blinkes, 2 trap galocsárja kicsin. Ferivink 3 trap, Blinkes, nagy homok fel, trap egy kicsi, és überke szép fokozatosan le. Na, és így akkor meg vagy 4 latta, jó? Na, egyel több, nem baj. Jó, nyugodtan, aranyos. Csodálatos idő van különben. Kicsikre se adtam se kardigánt, semmit. Hát ugye egy pólót. Nagyon jó idő van. Na és jön Dvornyiki papó. Tökéletes! Na és összerakjuk a többi dolgokat. Ezek kijönnek. Editnek megvan. Bla bla bla. Na gyerünk tovább, ide.